Na, hello emberek, köszöntelek titeket itt a bécsi utazásunk 5. részében. Ez az utolsó teljes nap, amit itt töltünk Bécsben, úgyhogy sok mindent meg fogunk ma nézni. De legelőször is felmegyünk a Stephansdomba, úgyhogy irány a Stephansdom. Hoppa, még sosem utaztunk a metróban. Na, emberek, utazunk a metróban, ami azért érdekes, mert ez egy nyitott metró, illetve nyitott metróról már hallottunk, hogy nyitott metró, de ez nem metró, hanem U-Bahn, ami Unterbahn, vagyis föld alatti, és nyitott föld alatti az úgy elég érdekes. Na, emberek, most megyünk, átszállunk az U1-es metróra, és kimegyünk a felhőkarcolóhoz. Reméljük, hogy nyitva lesz, mert állítólag lehet, hogy csak akkor lehet felmenni, ha az étterembe reggelizünk 80 euróért. Meglátjuk, hogyha nem, akkor viszont ott arrébb megyünk, és a nem messze lévő Donautónba megyünk fel, mert oda biztos fel lehet menni. Emberek, megérkeztünk. Itt van. Ha
Hát emberek, ide valószínűleg sajnos nem lehet felmenni, hogyha nem az étterembe megyünk, úgyhogy most elmegyünk a közelben lévő Donautónba. Na, emberek, fel is megyünk. Na emberek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek az 5. részét is a bécsi utazásnak. Találkozunk jövő héten.